Sziasztok! Ez itt a Mondó Percek legújabb adása, amelyben a Harry Potterről fogunk egy kicsit beszélgetni. Velem vannak Passzúj! Hello! Dragda! Hello! András! Sziasztok! Én pedig Noémi vagyok. Meséljetek egy kicsit nekem arról, hogy mikor és hogyan találkoztatok először a Harry Potter világával. Kezdem én? Kezdheted. Azt hiszem, én vagyok a legfiatalabb, úgyhogy amikor én első osztályos voltam, akkor indultak el a filmek, és akkor voltak Harryék is első osztályosok a Hogwartsban. Úgyhogy nekem abszolút ez a mindig ugyanabban az osztályban léptek, amiben én, ahogy évenként jöttek ki a filmek. Azt hiszem az első, a második részt még az iskolában láttuk a moziban. Annó 3000 évvel ezelőtt, úgyhogy én a filmekkel találkoztam előbb mindenképpen, és a könyvek utána ismertettem meg velük. Hát, én 9 voltam, amikor megkaptam az első két könyvet ajándékba, és ilyen 3 éjszaka alatt végeztem is mind a kettővel. És tehát így sorba jöttek a könyvek, meg 10 voltam, amikor kijött az első film, tehát ez a tipikusan ez a Harryvel együtt nőttem fel, és hát elég komoly szeletét elfoglalta az akkori kamaszkori éveimnek, meg a fiatal felnőtt éveimnek. Én vagyok a kakukk tojás, mert én nem vagyok ilyen dedikált rajongó, szeretem a könyveket, meg jónak tartom őket, meg a filmeket is. De én ugye, én vagyok a legidősebb, én már olyan nagy kamasz, volt a fantasy sci-fi rajongó, és amikor kijött ez, akkor nem annyira érdekelt, hogy jó, tök jó, hogy csinálnak fantasy-t kisgyerekeknek, de így annyira miért érdekeljen. Olyan szempontból a húgom volt az, akit istenek nem bírtunk rávenni az olvasást, és ő kezdte a Harry Potterről az olvasást, és utána már hamar irodalmi klubban jutott meg efélék, szóval így, meg anyukám is elolvasta, de úgy annyira nem. És akkor, amikor elindultak a filmek, nem tudom, hanyadik film voltak, úgy azért megnéztem, és akkor elolvastam 2 könyvet, meg 3 filmet, és az első 2 könyv, jó, nem volt rossz, de úgy nem éreztem a késztetést, hogy így olvassam tovább, nem volt bajom se vele, de úgy nem annyira ragadott meg. És aztán Noémivel, amikor összeházasodtunk, akkor így kötelező olvasmánynak föl lett adva. De és igazából akkor olvastam el, és igen. Nekem igazából még a vége jobban is megtetszett, mint az elején. Én hasonlóan Dragdához úgy ismerkedtem meg a Harry Potter világával, hogy a könyveket kaptam meg először. Ami vicces, hogy én a második meg a harmadik kötetet kaptam meg először, és az első kötet hiányzik volt, úgyhogy elolvastam a 2-es, 3-ast, aztán megvettem a 4-est, még ugyanazon a téli szünetben, és aztán utána vadáztam az 1-esre, és aztán újra olvastam. És végre megtudod, hogy ki a fene ez a Harry Potter. De ha már könyvek, mi a kedvenc részletek a könyvek közül? Nekem annyira egybefonódik a könyvek és a filmek, mert egyébként szerintem talán az egyik legkönyvfű adaptáció, ami most mozikban van. Legalábbis nagyon elviszi ugyanazt a hangulatot, úgyhogy sosem tudtam így elkönyvelni a könyvekből, meg nekem sosem maradt meg az a rész, amire mindenki szokott hát is adni, hogy akkor a Dumbledore kicsit idegesen kérdezi meg, hogy beraktad a nevedet is állagében. Igen, és akkor ez a kérdezte nyugodtan. De a... Én most kimaradtam valamiből. Nem baj. Hát hogy de egyébként szerintem az első filmnek van ilyen családos karácsonyos hangulat, azt szeretem megnézni karácsonykor. Talán a legjobban a könyvből a Azkabani fogot szeretem, szóval a filmben nem, mert nagyon zavar, hogy az összes snitvég az így néz ki, hogy így besötétedik az egész, és amúgy is nagyon sötét van végig, és valaki felhúzta az exponát. Hát azt horrorra vették. Nem tudom, hogy miért kellett. Amúgy ezt pont egy francia sávú csinálkozott. Nem, most szóval ilyen... pont a 20. évfordulós videóban magyarázták, hogy a direkt ilyen... De az semmi nem indokolja, hogy így egy ilyen be kell sötétednie a széléről. De mondjuk ez tök vicces, mert nekem a kedvencem, meg a 3-as, mert hogy vicces. Tehát, hogy hagyták, hogy vicces legyen az egész. Meg ilyen kicsit esetlenül kamaszos, meg ott végre eltalálták Harry haját. Egyedül ott van normális haja, mint ahogy a könyvben le van írva.
Nekem a kedvencem az a könyvben a vége, tehát az 5-6-7. A... De ez már nagyon felnőtt. Az már a felnőtt része. Én azért szeretem azt, mert tehát szerintem ami egyik erőssége a Harry Potternek, mint könyveknek, az az, hogy amikor szépen összeér, jó meg van szerkesztve a történet, és így kikerekedik, és drámai jelentősége lesz mindennek, és az nagyon szép a végében, hogy tényleg így jól összerakta a puzzle-t, hogy úgy összeérjen ahogy a Martin mondta, hogy kétféle író van, az egyik a kertész, akinek burjázik a történet és nyíri, a másik meg az építész, aki ugye a zárókönnél összeér minden. És hogy a Harry Potter az tipikusan ez a zárókönnél gyönyörűen összeér minden ág, és úgy minden a helyére kerül, és minden kerekedés lesz. A fő vonalat. A főbb vonalat. És ez nekem nagyon tetszett. Meg hát így jelentőleg nyilván a kedvencem a Snape sztoria, tehát hogy a Snape Redemption arc az. Utána azt nézve, hogy nincsenek szavak. Hát, hogyha gyerekként kezded el, akkor nem csodálom. Hát nekem a felnőtt kérdés, utána meg jött az, hogy de hát szerelmesod lévő, és illetve, igen, és nagyon creepy, úgyhogy légy szíves. Ja, az mi az tény? Tehát senki nem mondta, hogy... Ja, nekem azért, én nagyon azért szerettem meg Pitont, mert Alan Rickman. Tehát nekem... És sokat dobott rajta. Én már előtte is nagyon szerettem Alan Rickmant, és emlékszem, hogy megjelent az első filmben, és bejött a talára, és... Így simogatta magát, és kész voltam beházni, és megjelent benne a bátorfőnök. Emlékszem, anyukával ültünk, és anya is mondta, hogy hú. De amúgy nekem a második könyv a kedvencem, pont ezért. Igen, nekem mert is. Ott indítja el. Ott indítja el az egész gerincét a dolgoknak, és amit lezár a hetedikben. Abban azért nem is volt kitálva az elsőnél még minden. És én azt ott nagyon szeretem. Nagyon érdekes, hogy a kettes mondat. Nekem is az a kedvencem, egyrészt, mert ugye azt a könyvet kaptam meg először. De a másik, amiért nekem is azt tetszik, mert hogy ott indultak el a dolgok, és én ráéreztem, valószínűleg sokan ráéreztek, hogy itt lehet még több információ is, és ebből majd lehet valami, mert elég sok... Fanfictiont olvastam, ugye, amikor a hosszú szünet volt a 4-es-5-ös könyv között, akkor nagyon sok fanfiction volt, ami pont arra ment ki, hogy mi van, hogyha nem csak egy ilyen napló van, hanem van valami más is. Hogyha ezt egyszer meg tudta Voldemort csinálni, akkor többször is meg tudja csinálni. Úgyhogy szerintem az a kettes könyv az zseniálisan elültett dolgokat. Nekem ott az volt a most, amikor lefordítottak a második filmet, akkor megkérdezték a Rowlingot, hogy elégedette, és akkor azt nyilatkoztam, emlékszem, hogy nem, beletettek mindent, ami fontos lesz a későbbiekre. És emlékszem, és így ültem, és akkor jó, akkor most újra megnézzük, és kijelteteljük, és összehasonlítjuk a könyvvel, vagy akkor mi volt fontos. Említettem ugye a fanfictionöket, ez csak egy szelete annak, ami minden a Harry Potter köré épült mostanság. Mindenféle franchise játék, és mindenféle van felőle. Meséljetek egy kicsit, hogy ti mivel találkoztatok, például voltatok a stúdióban, vagy bármi más, amit így szerettek a franchise-zal kapcsolatban. Én? Én voltam a stúdióban, ez a gyönyörű kardigán is onnan van. Ez pontosan olyan készült, mint a filmbeli szereplőknek a kardigánja. Láthatóan angol birkák. De a birkáknak jó, hogyha megnyírod őket, majd ha nem nyírod meg őket, akkor elgurulnak egy ponton. Szóval nem jó, azt nem szeretik. Úgyhogy igen, én voltam a stúdiótúrban, ami egy hatalmas nagy élmény. Szerintem, hogyha bárki kedveli Harry Pottert, és kinyár Londonban, akkor érdemes meglátogatni, mert tényleg az összes díszlet, meg az összes ilyen annyiféle házimanó fej, meg szobor, meg testrész, meg mit tudom én, mik vannak kirakva, de tényleg minden, amit találtak, azt így megfogták, valaki bedobta egy autó, és ott kivitte őket, hogy itt is gyönyörűen kirakunk mindent. Sőt, amikor én voltam... Meg a termek, az volt. Igen. És minden interaktív, minden mozog, ott van a Weasley konyha is, a Borrowson, nem tudom, most pontosan magyarul milyen nevű, Odu. És a konyhában is a szép, hogy mossa saját magát a kis edény, meg mit tudom én, még ki vannak rakva. A Dumbledore termetet. Igen, nagyon-nagyon jók. És amikor voltam, akkor már a legendás állatoknak a jelmezei is kivaltak rakva egymás mellé. Valaki letölt a Grindelwaldnak a pálcája végét.
Hát én ugye ott nem, én nem voltam a stúdiótúrban, de tele van a lakás. Márcsál, Lego, tehát ugye a Lego. Igen, tehát ugye a nagyon jó Harry Potteres Legók vannak interaktívak. Most ugye, amik most jönnek ki, az újak, azok már ugye még jobbak. Még jobban meg vannak tervezve, mint a régiek. Pálcák, bögrék, van minden igazából. Ami viszont a legnagyobb kincsem, az ez a több mint 20 éves matricás album. Szóval ez még az első film előtt került kiadásra, és nem is filmes matricák vannak benne, hanem még az azelőtti illusztrációkból, hogy hogyan képzelték el a szereplőket, illetve a helyszíneket. És emlékszem, hogy vettem folyamat a csomagokat, és, ami, és egy csomó matrica hiányzott, és lehetett írni külön a kiadónak, rózsaszín postai utalmánnyal pénzt küldve, és akkor elpostázták a hiányzó matricákat. Olyan ultra album. Igen. És akkor ez a másik büszkeségünk, ez Vadi Új, a Bölcsek kövének az illusztrált kiadása. Nem az illusztrált, hanem az interaktív pop-up-os verzió. A filmeknek a látványtervezői a Mina Lima páros illusztrálták. Gyönyörű az egész, interaktív, kinyitható aranyozott oldalakkal, kinyitható levéllel, úgyhogy hát ajánlom mindenkinek. Én úgy emlékszem, hogy az első Harry Potteres PC játék, az is még nem a szereplőkkel volt, hanem a második sem a filmes karakteres volt, hanem az önálló saját, amit csinálta. Azt hiszem, az EA Games-esek voltak. Ha jól emlékszem, igen, és nagyon sokat játszottam vele, de nagyon egyszerű volt, hogy 6 óra alatt ki lehetett írni, tehát kis egyszerű volt. Igen. Csak nekem a CD az, hát van egy rész, ahol megszakadt, tehát hogy volt benne egy karc, és innen tudtam egy résznél tovább jutni, és nagyon-nagyon mérges voltam. Egyébként a stúdiótúron mi is voltunk. Én, amit kiemelnék a stúdiótúrból, az még az, hogy nagyon sok ilyen filmes effektet is meg lehet csodálni, hogy hogyan teszik az embert nagyjá, ahogy kicsivé. Szóval ez is nagyon érdekes, hogy nem csak a Harry Potterről, hanem így unblock a filmkészítésnek a kulisszatitkairól is meg lehet tudni jó sok dolgot. Hogyan lehet repülni a söprűn. Nekem a stúdióban legjobban a termek tetszettek, hogy meg ott vannak tényleg a étkező csarnok meg elfédék. Meg hát, hogy egy csomó édességet meg lehetett venni, amik benne vannak a filmekben, ez tök jó. Csoki békákat is. Mi hoztunk haza minden íződrazsét. Nekem volt csoki békám onnan, és valahogy éreztem, hogy melyiket kell elvenni, ami nagyon drága, de hogy még vissza is raktam, hogy nem kell nekem csoki béka, de aztán mégis elhoztam, és tudod, ki volt benne? Godric. Lockhart. Oh! Cosplay-ztem Lockhart, aki ezt nem látta volna. Igen. Ez egy ilyen... Egy ilyen, a hotel szobában egy ilyen 20 perces visítás van meg az eredmény, hogy biztos szerettek a szomszédok minket. Mi is vettük csuki békát, és nekünk a Mardekárval az ár volt benne, úgyhogy vicces volt az is. Ha már filmekről beszélünk, beszéltünk egy kicsit már a filmekről, hogy tetszett, de egy picit menjünk jobban bele, hogy mi a véleményetek arról, ahogyan a vászonra vitték a könyveket. Nekem igazából az első kontaktom a filmekkel, vagy nem a könyvekkel. Ugye én még egy kicsi voltam akkor. Úgyhogy nekem ez így nem... Nekem a fejemben ez nem elválasztható egymástól, mert a könyv az kiegészítette ugye azokat az infókat, amik a filmen felmerültek, de valahogy nem, nekem nem válik ketté. Úgyhogy nekem nincs olyan, hogy jobb a könyv, jobb a film, vagy valami. Úgyhogy én így nem tudok erről mit mondani, nekem nagyon tetszenek a filmek. Mind a mai napig olyan nézzük őket, most pont az Azkabani fogolynál maradtunk le, de megy a movie maraton otthon. Hát én alapvetően szeretem őket, mert aki olvasta a könyveket, az szereti a filmeket, mert végre látja is, tehát hogy nem csak a saját fejében megy a mozi, hanem tényleg a vászon is. Én a 6-os filmet utáltam, a Félvérherceget, ott úgy éreztem, hogy nagyon
sok mindent kivágtak, amit nem lett volna szabad, és nagyon rákoncentráltak a tini románcos részre. Az ott nekem nagyon nem tetszett, meg a végső csata. Tehát ugye a végső roxforti csatát nem így képzeltem el, és nagyon nem tetszett az, hogy a végén Harry és Voldemort kettesben maradnak, és nem mindenki előtt, a közösség előtt, illetve az, ahogyan Voldemort meghalt, az se tetszett, mert ugye a könyvben ott marad a holttestet, kvázi ott a kinyilatkoztatás, hogy ő is csak egy ember volt. Uh-huh. És a filmben meg így, nem tudom, ilyen elporlad, igen, és olyan, mintha így ezzel így kiemelnék az emberi létből. Hát ő ugye egyszer már meghalt, tehát az ilyen tipikus élő volt, hogy amikor másodszor megölöd, akkor elporlad. Nem teljes halálasz. Jó, de hogy most már elég van rendes emberi testé, tehát hogy az ugye elporlad. Igen, tehát hogy visszatér az emberi, visszatért az emberi testébe, tehát. Uh-huh. De mondjuk alapvetően én nagyon szerettem a filmeket, csak ez a két bajom volt velük. Uh-huh. Szerintem a filmek... Én kedvelem a filmeket. Ha a képvilágot jól visszaadják, a karakterek nagy részét jól visszaadják, a pozitívumok és negatívok, amik nekem megmaradtak, az egyik, hogy azért ugye főleg a későbbi könyvekben sok mindent, apró mellék mozzanatot ki kellett hagyni a filmekből, és ez néha kár volt. Tehát nekem fináléban ilyen pont azok voltak a kedvenc motivónyaim, mondjuk, hogy például amikor a Grindelwald nem is szerepel, de a végén megtudjuk, hogy úgymond redeemelődik. Az például egy nagyon szép gesztus volt, ami nyilván nem fért bele a filmbe. Néha viszont előny, hát például a kokáé Phoenix rendjének a végén kifejezetten jót tett, hogy nem volt idő a nagy csatára, mert engem a könyvben borzasztóan idegesített. Egyrészt a 50 oldalon át leírt csata a bénító varázslatokkal, meg az, hogy jön 6-7 desziter, és 4-5 kiskölök gigacsatába föltartóztatja őket. Tehát az nekem nem tetszett a könyvben, és kifejezetten szerintem pozitív volt, hogy a filmben nem volt az, hogy 50 oldalon át harcolnak velük. Tehát valahol ekte előnyére vált. Én még egy valahol castinggal nekem, igen, Alan Rickman nagyon jó, legtöbben nagyon jók. Alan Rickmannek köszönhető szerintem, hogy Snape egy sokkal szimpatikusabb figura volt, mert egyébként a könyv alapján egy zsíroshajó, undorító, geciző tanár, akiről a legvégén megtudott, hogy volt valami pozitív motivációja, de amúgy... Az is ilyen kájda, ilyen határmenti pozitív dolog. De hát azért védtehezik, meg ő volt a... Tehát azért az elég nagy. Aki nekem nem tetszett, az Helena Bonham Carter. Nekem nagyon tetszett. Tehát nekem az a bajom, hogy egy... Ő ilyen ripacsó játsza, és hogy egy ilyen eszeveszetten hahorászó ripacsá tette azt a karaktert, jó, aki szerintem darkosabb volt, és komplexebb volt a könyvben, már csak kevés szerepe volt. Nekem egyetlen nem tudom. Úgyhogy tudom, hogy ez egy megosztó is, hogy meg tudok venni, de nekem nagyon nem. Én szerintem Helena Bonham Carter nem volt jó arra. Hát biztos, hogy volt rendezői utasítás, meg produceri belenyúlás, ott az nem feltétlenül a színésznőn volt. Nagyon jól hozta. Szerintem a legzseniálisabb ilyen sztori a castingról az az, ahogy az Umbridge-nek a színésznőjét kiválasztották, mert megkeresték, igen, mert úgy hívták föl, hogy figyelj, van ebben a könyvben egy olyan karakter, aki folyton rózsaszínbe öltözik, ilyen békaképű, és mindenki nagyon utálja egyébként, tanár, rád gondoltunk, és erre mondta a színész, hogy hát kösz. Úgyhogy visszatérve Helenára, viszont az nagyon aranyos, amikor Helena eljátsza, hogy Emma Watson eljátsza, hogy Hermione 100 fillér főzettel Bellatrixként bevonul a Gringottsba. Az zseniális az a jelenet sor. Igen. És ha már a filmek, a legelső Harry Potter film az 20 éve jött ki. Úgyhogy én öregnek érzem magam, de ez... Erre fel adtak ki egy jubileumi adást, amiben visszahívták a legtöbb szereplőt. Ezt láttátok-e, és hogy tetszett? Hát mi aznap megnéztük elsőjén, és bevallom hősiesen, végig könnyeztem az egészet. Főleg azért, mert nagyon szépen megemlékeztek a már elhunyt színészekről, és nagyon szépen beszéltek az elhunyt kollégákról.
Másrészt meg a Hagridot játszó színész Robi mondta, hogy Harry Potter azért szép, és szerintem ebben mindannyian egyetértünk, hogy 50 év múlva is itt lesz. Uh-huh. És mondta, hogy a gyerekei, meg az ő gyerekeik is. És hogy ő már nem lesz itt, de Hagrid mindig itt lesz. Igen. És én ott nagyon kész voltam, nagyon sírtam rajta, és hát tényleg nosztalgia. Igen. Tömény nosztalgia volt. Hát igen, mondjuk én ugye, aki nem vagyok, a főleg a filmeknek nem vagyok ilyen fanja, megnéztem is, oké. Okay. A könyvekre még azt mondom, hogy jó, de film az ön. Az se rossz, de... Szóval, hogy ugye megnéztem, és ilyen nekem az eléggé nyálas volt. Tehát én egy kicsit több informativitást, tehát több ilyen izgalmas kulisszatitokra vágytam, és kevesebb... Menjen még egyszer a stúdiótól, és olvasd az összes plakettet, ami kivárnak. Igen, tehát, hogy az évek során jöttek videók, beszámolók, interjúk, az összes kis titokra, ami a forgatáson volt. A DVD-ben ugye egy csomó extra. De ez arról szólt, hogy eltelt 20 év, ők hol vannak most, mi hogy érezzük magunkat most, és akkor, hát... Jó, de például nemrég jött ki a Deep Space Nine, Star Trek Deep Space Nine-ra egy ilyen 20 éves, és abban számomra sokkal érdekelt, több infó volt, hogy olyasmire számítottam. Ez gyerekeknek szól. Igen, mert ugye gyerek színészek voltak, az ütünk, is más. Ők is felnőttek voltak. Igen, tehát ez egy eléggé, a Deep Space Nine-ra senki nem lőtt fel. Dehogy nem. Rajtad ki! De szerintem is ez inkább arra ment rá, hogy ez ilyen nosztalgikus volt. Meg egyébként nekem nagyon érdekes volt azt látni, hogy ők hogy mesélnek arról, hogy a gyerekkoruk milyen volt így, vagy hogy milyen volt így felnőni, meg ilyesmi. Tehát hogy ez szerintem olyan... Amikor meséltek a pacsis játékról, és a végén már szokott szétverték egymást a gyerek színészek. Meg az is érdekes, hogy mindegyiküknek megfordult a fejében, hogy kilépnek. Igen. Mert hogy ez túl sok. És egyébként tényleg engem is az ragadott meg a legjobban, hogy tényleg van valaki, aki vannak olyan emberek, színészek, akiknek nem az a lényeg, hogy mit tudom, jaj, hetedikes koromban mit csinált, vagy melyik filmet forgattuk akkor. Tehát, hogy ő nem az osztályát nézte, hanem azt, hogy melyik filmet forgatta abban az évben. Úgyhogy igen, ilyen szempontból szerintem nagyon érdekes volt, és én is megkönnyeztem a végét. De a Harry Potter dömping nem áll meg itt, ugyanis most már a Legendás Állatok filmek jönnek ki sorba, és hát a legújabb film az idén áprilisban fog a mozikba kerülni, a Dumbledore titkai címmel. Erről mondjatok pár gondolatot, várjátok-e? Igen, nem? Miért? Úgy várom, mint egy természeti katasztrófa. Hát én nagyon remélem, hogy jobb lesz, mint a második rész volt. És Mads Mikkelsen. Én vállalom, én egyedül Mads miatt fogom moziban megnézni. Minus 20 pont a Hufflepuffnak. Én nagy rajongója vagyok. Az egyetlen, úgy tűnik, az egyetlen, aki... Neked tetszett csak a második rész. Az első is tetszett, aranyos volt, kedves volt, jó pofa volt, a története is jó volt, és a második is tetszett. Nekem kifejezetten tetszett a másodikba, hogy bevállalták azt, hogy tulajdonképpen itt a gonoszoknak sikerülnek a terve, és ők haladnak előre. Tehát ilyen birodalom visszavágszerű... Kicsinálták a kedvenc karakteremet az első Legendás Állatokból. Kicsinálták Winnie karakterét. Az annyira rossz volt, ez hihetetlen. Konkrétan nincs jobb szavam rá, az, ahogyan elrabolja és bedrogozza Jacobot, az egy ilyen randi erőszak. Konkrétan kategória, tehát hogy nekem. És az, ahogyan viselkedik utána mindenkivel, ahogy meg lett írva, az borzalmasan rossz. Én a kígyóasszonyt is ott álltam. Az is érdekel, jó volt. Én ezeket a plotokat szerettem, meg hát ugye a Lestrange plotot. Igen. Szerintem az izgalmas volt is. Hát, attól még látványos valami meg szaladgál. Nem, a történet volt érdekes. Nem a látványosság, hanem érdekes volt a csavar. Az első szerintem sokkal olyan kiazárva. És ez valódi. Az első az aranyos volt. Jobban ilyen Potter-film hangulata volt az első Legendás Állat. Jó, hát én nemetően mondtam, hogy a könyvekből is a végét szeretem, ami darkosabb. Igen. Nekem is tetszett egyébként a kettes film, úgyhogy... Csak Jude Law miatt. Mondd, hogy csak Jude Law miatt. Hát egyébként olyan szemben szomorú, hogy a Johnny Deppet kiszedték, mert ő szerintem jó volt minden volt, nem? Igen. Igen, ez egy kicsit fájdalmas vágás, de hát... Ne menjünk bele, amiért tudja mindenki, aki tudja. Tehát végül is akkor körbeér az, hogy mindegyik rész a más játszál. Igen, mindegyik. Az első, igen. Hogy igen. Colin Farrell volt.
Aztán lehet, hogy ez is egy jó ilyen... volt egyébként az elsőben. Aztán lehet, hogy ez is ilyen átkozott pozíció, mint a sötét barátok kivégzése, hogy minden egyes filmben új színész kell. És olyan Harry előtt az fix volt? Volt valaki sokáig? Dumbledore volt sokáig, nem? Dumbledore volt sokáig, igen. De van egy ilyen... beszéltünk erről Noémivel, és én úgy emlékeztem, hogy kánon, de amúgy kiderült, hogy ilyen fan kánon, hogy Voldemort odament, hogy ő szeretne esélyeket tanítani, és Dumbledore elhajtotta, hogy nem, és akkor megátkozta a tanári pozíciót. De amúgy egy érdekes gondolat amúgy. Már ő is azt akartam, hogy mindenkinek erre megyek. Ja, hát... Itt meg mindenkit minden mellett akar, nem, itt meg senkinek sem. Melyik a kedvenc tantárgyatok? Ez egy jó kérdés. Mikor a mágia történt? Pedig egy pendéles vagyok. Ám mondjuk azt sajnáltam, hogy kihagyták a filmekből a Binz professzort. Az vicces lett volna, meg a Hogwarts. A Jósma is vicces voltam volna. Ja, az Emma nagyon jól hozta Sibyl karakterét. Igen. Amúgy nekem, én nem tudok beállítani, vagy a gyógynövénytan, vagy a bájítaltan. Sztorilag nyilván a Potions órák, tehát ott van a legtöbb izgalom. És csak azért ültél volna be, hogy megint történik valami. Igen. Én nem tudom. It's a subtle art, ahogy kezdtem. Talán nekem is a gyógynövénytan. Az nagyon az aranyos. Ja, meg Hagrid órái azért. A legendás állatok. Legendás állatok. Félet veszélye. Valaki mondta, hogy ilyen David Attenborough-t kéne tartani ilyen Hagrid stílusban. Azt megnéznék az emberek. Egy jót is tartott Nóriát. Az lehetne a következő film a legendás állatokban. Mint tart egy tanórát. Igen. Egyébként nekem volt egy olyan osztálytársam, aki azt csinálta, hogy feldobja magának a napjait a gimiben, hogy átírta magának az órákat. A Harry Potterre. Úgyhogy... De ez jó, ez nagyon jó. És így élvezte a sulit, szóval végül is... Működött? Működött. Igen, a dolog. Működött. De ha már ilyen életbe írások, a Mondokodon is találkozhattok Harry Potteres játékokkal, többre Trottának köszönhetően. Hát mesélj kérlek erről egy kicsit. Én indítottam el, most már Yumi csinálja nagyrészt a vetélkedős interaktív játékokat. Az első az a Quidditch kupa volt. És ilyen... Még megvan a karakteron a... Seppű helyett Vizi Nudlival játszották a srácok. Nagyon élvezték. A hivatalos Mugli Quidditch szabálykönyvet vettük alapul, mert amúgy, ha jól tudom, Amerikában és a franciáknál hivatalos egyetem is portály a Quidditch. És alapvetően nagyon szórakoztató nézni is, meg játszani is. A srácok nagyon szerették. Most ugye a személyes távolságtartási szabályok miatt ugye nem tartottunk szünetet. Mi csináltok ti abban a játékban? Hát igazából folyamatosan ütköznek egymással az emberek. Tehát olyan, mintha a seppű helyett Vizi Nudlin lovagolnak, és... Igen, és vannak hajtók, akik viszik a kvaffot, vannak terelők, egy-két lehorzsolt könyök, tehát semmi extra, és ez igen. Ezért Vizi Nudlival seppű helyett. A legjobb az egészben az, hogy mi a cikesz. A cikesz a játékban egy sárga pólós ember, akinek a hátul az övére egy fehér, hosszú szárú sportzokni van, egy teniszlabda van rákötve az övre, és a fogók azok ugye később indulnak el, és amikor elkapják a sárga pólós cikesz embert, meg kell fogni hátul a zokniba dugott labdát, és kiabálni, hogy megvan. Tehát egy elég interaktív, és nagyon sokat kell benne futni. Ki szokott lenni ez az ember? Hát a képen bevállalja. A kolostából, és aki elég gyorsan tud. Ugye, nagyon gyorsnak kell hozzá lenni, igen. Illetve most már a Yumiék csinálnak ilyen interaktív Harry Potteres játékokat, több állomással, beöltözött szereplőkkel, kiegészítőkkel, volt RBF vizsgánk is, amin András végigment, és nagyon élvezte, ha jól tudom. Csináltunk Auror nyomozást, amihez egy egész reggeli profétát, egy egész nem tudom, 8 vagy 10 oldal volt, bájta a recepttel, horoszkóppal, mindennel, és az is nagyon jó volt. És most is készültök valamivel. Igen, igen. Ugye, azt, ha jól emlékszem, ősszel lefutott
az amerikai tévécsatornákon és a reklámhelye HBO Go-n a Roxforti házak versenyek kupája, amit a Helen Mirren vezetett, és hát egy kicsit ihletet merítünk majd belőle, és mi is megtartjuk majd a mondókonos Roxforti házak kupáját, előtte egy kis Facebookos előselejtezővel, és utána egy jó hosszú agyfacsaró, rémisztően agyfacsaró kérdésekkel a konon majd a helyszínen. Hát reméljük, hogy jól sikerül, és majd a srácoknak is tetszeni fog, és majd jönnek és játszanak velünk. Szóval a potterhetek készülhettek. Igen. Azok, akik részt vesznek a döntőben, illetve plusz egy-két random személy is sorsolás útján számíthat elég komoly. Mármint aki a selejtezőben részt vesz. Így van, selejtezőből kisorsolt fandomos meccsekre, ilyen-olyan mértékben. Sőt, lehet, hogy egy nagyon szuper meglepetést is tudok nektek szerezni. Szóval, ha szeretnétek részt venni egy szuper új mondókonos játékban, Harry Potteres játékban, akkor gyertek el a mondókonra március 19-20-án hozzá. Persze, ha nem érdekel a Harry Potter, akkor is gyertek el. Mindenképpen gyertek el. És egyébként pedig kommentben írjátok meg nekünk, hogy nektek mi a kedvenc részletek, vagy Harry Potteres játékotok, és kövessetek minket Facebookon, YouTube-on, Instagramon és TikTokon is. Sziasztok! Sziasztok!